Azt is kicsit elkapkodtuk, nem baj. Szuper. Na, most ami nekem kell, az kavics. Várjátok, ez melyik ez a... Lokét. Ja, várja, ez a át kell fúrni, azt hiszem, ugye ez a... Ez azt hiszem, az a küldi, ha jól emlékszek. Ez lehet, hogy nem is kell házat csinálni. Bár nem tudom, hogy mi fog megtámadni majd bent a barlangba, mert... De ehhez nem is kell, szerintem házat csináljak. Hadd nézzem. Mondja, ezért kiraktuk mi egyáltalán tier 2-n. Lehet, hogy csak azt csinálom, srácok, hogy viszek ilyen... Az ki van rakva? Akkor semmi. Ez kell ugye mindenképp ez, úgyhogy mondhatjuk ezért csináltam. Kötél kell. Ja, meg a, nem, mondjuk a potikat megcsinál, a poti az jó, potikat megcsináljuk. Poti az kell. Úgyhogy csinálunk ilyet. Meg kell majd azt hiszem szilikát szedjek. Ja. Másnap a potikat megcsináljuk. Ocean az jó tud. És akkor szilikát is keresek. Ott van a... Nem, az oxide. Elvileg a pálya szélén mindig kell lennie. Medve? Hol van? Hol vagy medve? Annyira nem keresem, mert nincs rajtam extra kaja buff, úgyhogy viszont ahogy mondtam, az oxide az megvan. Elég. Viszünk oxide-ot. Mennyi kell a potionhoz? Azt hiszem. Na, kell ilyen resin. Azt hiszem egy per egy arányba
Aha, vág. Jó. Elég. Mi kell még nekem gyorsba? Ez. Oké, ennyi elég. Mehetünk is vissza. Tudjátok, mit nem találtam, meg láttam még? Ezt. Csak rá kell gondoljak, aztán ide rakják elém. Húza, az jó. Tele van az invertori. Na bassz. Az viszont annyira nem jó. Jó, ezeket betörjük. Kell még. Most van tele megint. Jó. Hát ez van. Kell a stamina regen, mert így nagyon szar az nélkül menni. Basz meg. Oké. El még kandalló is. Szia Szentop, hello hello! Én gyorsan ezeket elkezdem deployolni, mert megy az idő. Romlik a hús. Oké, fassa. Kandalót csinálok, mert gyorsabb, meg ugye kenyeret csak abba lehet sütni. Mi a pöcs? 30? Mióta? Oké. Várjátok, ez így nem lesz jó. Gyorsan a kandallót rakjuk le. Jó, azt mondja, gyújtsunk be. Vagy tehát vicces így. Üsd a hús, mert megromlik. Oké, deploy. Kell nekünk ez a kettő hama. Nagyszerű. Kell ez. Meg azt mondom nektek, hogy esetleg egy izét meg kéne csinálni. Páncélt. A bőrpáncélt, kell még fa meg stone. Bőrpáncél nem árt, megvan már. Úgy azért jobbak vagyunk valamivel, szerintem.
Jó, annyi bőven elég. Textil bench, nagyszerű. Gyors üzembe csináljuk a darát, azt mondja kell a liszt. Azt mondja, hogy kell nekünk a páncél, a nadre. Mondom, a nadrág. A fejes. A kesztyű, és akkor mi nincs, bőröm nincs, nem baj, majd lesz. Ész is van. Tent a hár, szia, szia, üdvözöllek. Na, gyorsan megszerzünk bőrt, a mahama. Mondom, hama, haló. Állat, nem? Nincs? Elfogyott? Itt valami farkast már hallok. De... What? Jó, ennyi elég. Túlzásba se kell vinni. Mondjuk spetkó is még nem lőttem, és az nagyon kéne. A kecske az hol feküdt be? Bár igazából mindegy. Egyedül úgyis csak a cipő nem lát meg, ha jól emlékszek. Jó, megvan a cipő is, szuper. Van még hús. Oké, mehet még tovább a liszt. 10 darab, kell majd a reszín. Jaj, mit csinálsz? Nem, állj! Ki? Ebből szerintem 20 darab elég. Hadd lássam, organic resin, így van, 20 darab potion-t fogok csinálni. Húsz darab oda, oké, okay, azt mondja, kirakjuk gyorsan növényeket. Mindjárt a... Húza... Ezt fog kelleni 20 darab. Meg kell trícebből is 20 darab. Jó, készül minden, addig még vadászunk. Csak mert még izét kellene szerezzünk valami speckó húst. Ott a rohadt dögja. Láttam, hogy itt bebújtál a bokorba. Mondtam én. Kis nyavajás farkas. Oké. Okay. Szarvas, hát ha szerzünk belőle valami normálisabb húst. Eddig még nem jött ki a speckó hús, egy darab se. Csoda. Meg vagyok lepődve. Bocsi. Azt mondja, hogy aha, nem látok szavart se. Na most jön az a része, hogy fákját még nem csináltam itt az ideje.
Így már mindjárt jobb. Hol vagy? Na ott a 11 darab. Ez azért jó, mert ugye fent van 10 percig a buff, vagy meddig? Nem, bocsánat, 20 percig. 1200 másodperc. Az már nekünk elég lesz. Oxigén szint bőven jó, mert a következő küldire is marad benne. Ez hogy lőttem el mellette? Oké, fasza, de jó. Ennyi hús bőven elég lesz, ugye tartaléknak. Na most már olyan idő van, hogy kezdi bontani a házat, tehát nem akarok túl sokat tökölni ezzel a küldetéssel. Itt most nem az lesz, mint az előbb. Ezt ide rakjuk sorba. Oké, na közben itt megvan ez. Jó, hát átalakítjuk a csontot, mert úgy se kell nekem. Na, megvan ez, ez, meg ez, és ez. Itt van ez, ez, ez. Oké, csináljunk 20 darabot ebből. Meg ebből is 20-at. Hiszen két perc a két pós. Feltök faszát. Igazából akkor feltöltöm az oxigén palackomat, amíg az készül, mert lesz rá idő. Víznyerőt nem rakok rá, mert tök felesleges szerintem. Bár tökömet olyan mindegy, hogy a tóból merem a vizet, vagy nem. Pont esik az eső. Alapanyagunk az meg van. Aztán kalapkabát akkor. Jó. Oxide. Hozunk hozzá ként, ha ma azt, akkor igazából maxra töltök mindent, amíg készül a potion. Végül is időm van rá. Ami viszont még kéne nekem, ez lehet, hogy még búza majd. Ott a kén, megvan. Ennyi elég is. Bár elméletileg elégnek kell lenni a búzának, mert 20 liszt kellett, azt mondom, az a potionhoz. És akkor a maradékból meg tudok talán kenyeret csinálni, de mondják, kiderül. Stamina regen miatt kéne legalább egy 10 darab kenyér, amint a küldetést elkezdjük. Az meg. Mennyi víz jött össze ennyi idő alatt? 2 liter? Ez vicces lesz. Bár azt hiszem 5 literes ez a tartály. Ah, jó. Nem fasza. Azt mondja, meghoztuk a ként, kell nekem a palackom. Jó.
Ja, epoxit csak azért csináltam, nem fog kelleni, csak XP. Hogyha már van felesleges csont, akkor pörögjön, ugye? Na, 10-es potion megvan. Rárakom a 6-osra. Ez mennyi kell? Még itt el fog fogyasztani 10-et. Oké, maradt 90. Hát 20 kaja jött volna ki, így viszont nem fog kijönni 15 körül, 16, az mondjuk bőven elég. Oké, kész van ez is. Ez a baj, ezt le kell várnom, 8 perc még, mert amúgy nem is lenne vele kubant, csak így. Jó, nem baj, csinálok egy ágyat, aztán akkor úgy legalább pont jó lesz, mert amire kész lesz, szerintem 6 lesz. Várom a következő estét alvással, és akkor úgy tudunk elindulni. Mert ez régen egy napelemes küldi volt, én szerintem ez nem változott most se. Ami azt jelenti, hogy jobb is, hogyha hajnalba indulunk, mert amint árnyék lesz, akkor nem fog működni a napelem. Oké. Okay. Ja, viszont addig kiveszem a felszerelést. Locate and Retrieve Power System optional. Meg jó, hogy kivesszük. Unit figures the cave system's the key to getting through to the desert. What less the cave system? The tidal forces from Minos mean subterranean networks are anything but stable. They figured you'll need drilling equipment. Nincsen sok stamina, úgyhogy észre kell közlekedni az erdőben, a medve meg a grót. Ez fájni fog. Bánya. Gyors összedem az opcionál, és visszamegyek a bázisra, addigra nagyjából készen lesz a potion. Meccsen még a kenyeret. Alszunk, aztán befejezik a küldit. Ha minden jó megy. Ugye itt van lent, mi? Itt hát. Gondoltam. Rohagyj meg. Ezt is átalakították, mert emlékszem, hogy régen egy völgybe kellett fúrni az alagutat. Úgyhogy ki tudja, mibe fogok beleütközni, most nagyon minimálisat craftolok magamnak ide. Oké, ott van elvileg a... az áramforrásunk. Napelem, mi a mondtam én. Ez nem változott akkor. Az
Oké, de Caven Trans. Ugyanúgy akkor Cave van, csak előrébb hozták szerintem. Bánya. Na, jön még eső, fasza. Hát egyedül, amit még csinálni fogok gyorsba. Ja, várja, nem. Elég. Csinálok pár olyan szegecses lószart. Ezt az alapot nem viszek. Csinálok egy darab tartalék fákját, mert az kelleni fog. Na, elvileg itt lesz a kecó valahol. Ott van a... No shelter. Super, megjöttünk, oké. Na, hogy állunk? Hadd lássam. Mindjárt kész, zsír. Fákját, azt berakjuk tartaléknak ide. Többi potiont azt ide. Öt darab hibázik már csak. Vesztes cuccokat, azokat lerakjuk ide. Nagyon jó. Huszonkettő nyíl, hát kicsomagolok még egy keveset belőle. Ja, kaja. Ezt mondja, egy tartalékhús, nagyszerű. Ez mehet ide. Kezdve csináljunk akkor pár ilyen turonylószart. Hatvan darab, hát még kéne fa. Ennyi elég lesz.
Na, kész van a potionom is. És akkor most a maradék az kenyér. Nézzük csak. Jel nekem a vizes tartály. Mennyi jön ki be? 18. Király, 18 kenyér. Sok is. Azt még lesütjük, aztán go. 5 darab. Annyi elég lesz ebből is. Jó, azt mondja, hogy kell ez. Ami még kelleni fog tartalékba, hogyha esetleg bebukom az időt. Bár elvileg úgy készülök, hogy nem. A nap miatt ugye csinálunk egy sima tűzhelyet. Meg az ágyat elviszem magammal. Oké, na. Nézzük csak, megvan a tűzhely is. Minden más, ez felesleges. Oké, fasza. Pénzünk addig még picit. Köszönöm, egy XP-t ad egy ilyen craft. Jó, kész a kenyér. Kell még a víz. Várjátok, lehet, hogy így egyszerűbb, hogyha így töltöm meg. Na, maxon vagyunk. Ah, 5 XP per darab, az olyan mindegy. Jó, az mindjárt kész van, azt mehetünk. Lesznek kukacok, az biztos, mert alagút, vagy ilyen bányaféle. Csak ugye nem tudom, mit változtattak, hogy mennyi támadás jön esetleg. Mert most az lett a szokás, hogy észrevettem, hogy ilyen támadások jönnek. Régen ilyen nem volt. Csináljunk még kalapácsot. Gáb. Még addig, amíg itt vagyok. Kalapásból nem lehet olyan nagy baj. Na, kész a kaja, oké. Ezt visszük. Na, túrjuk be a kaját, azt mondja ez, meg ez. És akkor a gyíme. Mehetünk a bányába. Na, a HP-m is van most már, staminám is, regenem is, minden van. És még el is akadok.
elméletileg... Ha? De jó, hogy megnéztem, mielőtt bementem volna 2 kilométert. Medve lesz. Azt a rohadt. Ez mennyire meredek itt? Ha, eléggé. Innen azért nem zakózok le, mert aztán újra kell kezdeni még a végén a küldetést, ez meg úgy nem annyira jó. Oké, okay, megjöttünk. Hát itt az a baj, hogy itt nap az most nem nagyon van, pedig kéne. Megmondom őszintén, mert fuck yeah. Na mindegy. Pedig van időm bohóckodni ezzel a körséggel. Szóval, hogy úgy kéne, hogy ezt jól leraktam. Fordítva. Oké, okay, és akkor annyit csinálok, hogy ez most nekem nem fog kelleni, berakjuk ide ezt. És... húzzuk. Kilométerért vasúti kábel. Jó, egyelőre itt várunk, mert hogyha esetleg szarba lesz a haza, akkor ezt még mindig meg tudjuk oldani ennyivel. Viszont tüzelőt nem hoztam, de nem baj, mivel ez egy bánya, elméletileg kell, hogy legyen tén benne. Mindjárt jön elő a nap, úgyhogy bele kell húzzak.
Minden igaz, itt kell fúrjunk valahol. Milyen, nincs kukac? Most még, majd lesz. Na, nézzük csak, deploy. Ott a fúrónak a helye. Ja, ez a küldi, ez maradt ugyanolyan, mint volt. Kérdés, hogy a támadás milyen lesz, mert ugye azt nem tudom. Abba viszont nem vagyok biztos, úgyhogy megmondom nektek a frankót. Nem bízom a véletlenre, se. De fura ezeket lerakni így. Nem tudom, hogy fognak jönni dögök. Jó lesz. Szerintem a fúrásra fognak előjönni majd ezek a kukacok. Azt mondja, gyorsan folytassuk ezt tovább addig. Mennyi kábelem lehet még? Bár ezt talán egyszer kell craftolni, az végtelen. Azaz. Ha már leraktam, menjek már bele, nem? Ugye jó. Nem látom, hol vannak. Kurva életbe. Itt a szén, mindegy most már, nem kell. Hogy állunk? 92%. Gyerünk. 5-ös. Várja, nem jó, basz. Ne! Kábel! Hogy? Ez baj? Ezt most hol vezessem? Jó, oké. Okay. Olyan egyszerű ám ezt átvezetni itt, bassza meg. Oké. Okay. Most, haló? Most mi van? Elment a nap. Ettől féltem. Jaj, várja, nem. Nincs összekötve a kettő. Haló? Mi van? Valami nem jó. Hát ez nagyszerű. Ez csodálatosan nézett ki. Nem vagyok villanyszerelő. Árnyék lenne, vagy mi a szar? Nem, elvileg működnie kéne. Meg ez azt jelenti, hogy működik is. Valami baj van. Hát ettől féltem, hogy gubanc lett közbe. Ez azért szívás, mert el fog menni a nap, akkor nem furom ki ezt a szart, csak a következő nap.
Hol nem jó? Hol nem kapja meg az áramot ez a retek? Valahol nem kapja meg. Na jó. Ezt hogy lehet visszavenni? Aha, így. Oké, oké, oké. Jó lesz. Szerintem az van, srácok, hogy nem elég hosszú. Az bekapcsolódik. Itt nem lesz jó. Ez a rész szerintem ez kuka. Oké, és akkor most. Gyorsan, gyorsan. Ötös. Kapcsold oda, meg. Okay. Looks like that sucker's ready to go. Jaj! Remek. Anyádat köpköd. Na, ez nem volt jó ötlet. Véletlen volt. Remek. Ezzel vigyázni kell, mert ezek leköpködnek, az fáj. Nem kicsit, brutálisan. Na, kész vagyunk, fasza, sikerült. Ki tudtam egy napforduló alatt fúrni az egészet, és még ezt is elviszem magammal, mert miért ne? Ott egy malacka. Átfúrtuk magunkat a sivatagba. Kiváló. Már van. Skorpió. Aha. Na ez nekem új. Skorpió régen nem volt. By the way, nem tudom, hogy hol a gyenge pontja. Kíváncsi voltam, mert ugye a mamut az ennél erősebb egyel. Oké, letesztelve, jó van. Hát elefánt akkor nem nagyon kezd szarakodni, mert azok kemények. Mehetünk vissza, ennyi volt a küldi. Fasza volt. Hát nem is kellett volna ennyi kajassa, de nem baj, inkább legyen, minden legyen. Ezeket itt hagyom. Hát ez fasza. Ezt is visszavisszük. Ne érje szó a ház elejét. Ugye egyedül, amit majd jövőbe kell csinálják, antibiotikum erre a tüdős történetre, és sokat vagyok alagúdó bányába, akkor ezt benyeljük. Ez nem túl jó. De hát ez inkább hosszabb pályákon, de annyira nem gáz.
Viszont a dropshiphez kell visszamenjünk, az meg itt van. Azt hittem egyébként keményebb lesz a támadás, de ez ugyanazt maradt ez a küldetés, ami volt, szóval ezzel nem változtattak semmit. Én arra gondoltam, hogy még majd állatok is bejönnek támadni, meg ilyen hülyeségek, de nem. Kukacok voltak, de az meg egy hites. És semmi extra nem történt itt. Na most már, hogyha van, akkor használgassuk ezeket. Meg egy lábtörést összeszedek a végére. Egy küldetés meg simán belefér, srácok. Legos unit figures the cave system's the key to getting through to the desert. But tidal forces from Minos mean subterranean networks are anything but stable. They figured you'll need drilling equipment. Okay, looks like that sucker's ready to go. Okay, you cleared it. Super, megkaptuk a rivárdot. Okay, looks like that sucker's ready to go. Another one bites the dust. Let's get out of here. Na. Nézzük, hogy mi van még. Menjünk tovább a sivatagos részen. Azt mondja, hogy... Ugye most elhagytuk ezt a zónát, bejöttünk ezzel, ja, és akkor ez kell, ugye, mert ez lenne a nyitó questje. Gator Canyon Geodata for New Drop Zone. Aha. Megcsináljuk a geodétát, az megint gyorsan fog menni szerintem. They've been noticing your work and want to take advantage of new territory. If they can get terrain data, they can plan new erre voltam kíváncsi. Ha kinyitod a bundle-t, akkor onnantól kezdve izé van. Jó, az a jó, hogy egyébként nem kerülnek sokba ezek a nyilvesszők, mert egy bundle azt hiszem 10 crafting cost, hát ez pont leszarom. Két bundle-t viszünk folyamatosan a küldetésekre, mert akkor nem kell szeszelnem ilyen nyilvesszőkkel se. Amikor hosszú pálya van, ott érdemes egyébként kikraftolni a nagy nyilvesszőt, mert ugye az bónusz izért ad kritikál damage-et, de ennek meg olyan erős a damage-e, hogy erősebb, mint a tier 3-as nyilvesszők. 115%, na majd ez, ha meg lesz. Hú, gyerekek. Kell hozzá 250 olyan speckó, olyat majd kell szerezzünk lent. Az íj az már baszló lesz. Best. 125%-os, nézzük csak, hogy a tech tree-be, ugye ez már tier 4 fölötti, vagy hát tier 4 szintű. Amit le lehet craftolni lent, az 100-as.
ez a durva, hogy amit veszel a workshopba, például feleslegessé válik teljes mértékben. Amit a workshopba veszel, persze ki kell farmolni, az erősebb, mint a legerősebb így, amit craftolni lehet tier 4-en. Nyilván egyébként az jó. A puska, mert azt hiszem ez a tier 4-es, ez már ismétlő. Beletárazó valami hat vagy nem tudom hány lőszert, aztán amíg van benne, addig lehet neki húzni. És 100% kritje van, ez nagyon erős, ez kibaszott ki jó. Egy jó. Oké, jó, menjünk tovább igazából. És akkor mehetünk erre. And want to take advantage of new territory. If they can get terrain data, they can plan new drop zones. Ezeket meg kéne javítani. You got this? Van vizem, igazából ez tök jól jött ki, már ezen a pályán nem is fogok sokat szöszölni szerintem. Ezt így leviszem, az hello. Olcsó, hát ja. Ugye az összes ágról a íjászat damage-ére be van nekem talentelve minden. Ergo nekem az íj az mocskos kemény. Meg hát ugye stun-on lassít, úgyhogy például az Arctic medvéket, azokat könnyen tudom majd kájtolni elvileg, legalábbis régen úgy működött. Mellé ez a speed, meg még a stamina regent, ugye azt meccsel, mert az végül is egy fél órán belül megvannak a potik, meg minden. De szerintem az arktikus részen se lesz nagy problémám. Itt amihez jobban fel kell készülni, meg sokat kell craftolni, az inkább majd a world bossok lesznek, mert az biztos, hogy kemény. Oké. They need help, even out here. They want scans of the region. Terrain data, so they can open up new drops. Azt mondja, hogy ami nekem kell. Két pontunk van a zsír. Steeld beadja csak ezt a tretes szart. Bazeg. Ez viszont nagyon jó. Mert elértem a gili szintet, az alap gili szintet. Gyerekek, na ezt viszont megcsináljuk. Úgyhogy annyi alapbázis gyorsan csinálok, hogy ez mindenképpen kell. Mert hogyha gilibe megyek, akkor az úgy nekem marha jó lesz. Oké, bándülözzünk ki. Jó, király. A gili az azért segít, mert még a IT ellen is véd elvileg, a meleg ellen. De a gili az nagyon jó. Ja, ennyi elég lesz, azt mondja, hogy... Ugye a sivatagban egyedül a fiberrel lenne gond, hogyha nem lenne sarló. Viszont így, ez se olyan gáz. Jó, hát akkor ide csináljuk meg, amit kell. Nem csinálok szerintem nagyot. Gyors a kaja, a bőr, legyen meg. Azon gondolkodok, hogy... mondjuk mindegy, hogy hova rakom a házat, mert ugye itt viszont olyan szél lesz, hogy kikezzi így is úgy is. Jó,
Ekkora ház bőven elég is. Kell rá egy 4-es. Ilyen gabonát meg ilyeneket nem nagyon kell csinálgatni, mert felesleges. 8-as, meg kell ebből még egy 4-es, aztán cső. Az fasza volt. Kapásból rádöntöm a házra.